Cserna Gábor és Pálffy Németh Tünde ismét útra kelt, hogy személyesen látogassa meg most Kifovics Magdolna nénit és Kis Mihályné Zsuzsanna nénit. Mindketten vidáman és szeretettel fogadták Dunai város polgármesterét, és hálásak voltak az ajándékért. A hölgyek elmondták, hogy mire költik a támogatást. Mindig élelemre költöm, ami vagy ajándékozásra a unokáknak, mindig ilyen dolgokra. Leginkább a Szekszárdik is rokonok, akkor született az első unoka, aztán hát ő rászánt, de most meg már születik a másik. Úgyhogy már ezt is, ha megyek haza karácsonykor, akkor elviszem nekik. Cserna Gábor még 7 évvel ezelőtt alpolgármesterként kezdeményezte az önkormányzati támogatást, amelyet azóta is minden évben eljuttatnak a nyugdíjasoknak karácsony előtt. Ezzel is próbálja városunk vezetősége szebbé tenni az ünnepeket az idősebbek számára. Az idei évben ugye a nyugdíjfolyósító adataival tudunk dolgozni, ezek november 30-áig lezárt adatok. Magyarul, aki később ment el aktív nyugdíjba, december hónapban, a sajnos nem részesül, de külön kérelemre, mert ugye benyújthat a hivatalba, ez nyilvánvalóan megoldható. Gyakorlatilag több mint 11 ezer nyugdíjasról beszélünk, és 56 millió forint a város költségvetésében egy alkalom egy ilyen támogatás összege. Dunai város vezetői és Cserna Gábor polgármester úr kiemelt figyelmet fordít a városban élő szépkorú nyugdíjas polgárokra. Az idős emberek iránt érzett tiszteletjele a személyes látogatás és az ajándék is. Az érintettek december 19-éig kapják meg postai úton az önkormányzat 5000 forintos támogatását.